Szép jó reggelt! Ez a szellőztetés most podcast lesz, mert annyiszor volt az már, hogy elkezdtem megcsinálni a feltételeket, ugye nagyjából összerendezni magam, megcsinálni a fényeket, beállítani a kamerát, olyan körülményeket biztosítani, hogy minden optimális legyen, összeszedni a gondolataimat, és legtöbbször nem sikerül maradéktalanul, tehát egy ülő helyzetemben nem mindig mondom el mindig azt, amit gondolok. Úgyhogy most úgy döntöttem, hogy ilyen kicsit dinamikusabban menet közben veszem fel ezt a részt, úgyhogy most nem fogjátok látni, innentől kezdve a tartalmat. Az első téma, amiről mindenképpen beszélni szeretnék, az az, hogy olvastam egy cikket a látásról, aminek az volt a lényege, hogy most, ahogy fejlődik az idegtudomány, kiderült több minden a látásról, például az egyik az az, hogy nem csak egyetlen egy a nyakszirti lebeny felelős a látásért, hanem konkrétan a teljes agykéregnek az 50%-a felelős azért, hogy lássunk. Ezen kívül pedig két külön látórendszer működik egymással szinkronban. Az egyik látórendszernek a feladata az, hogy meghatározza, hogy hol, mindenféle egyéb tulajdonság nélkül, egyáltalán a mozgást, vagy a hely meghatározást. A másik pedig a mi. Itt vannak a formák, a színek, a mindenféle egyéb olyan információk, ami alapján ki tudjuk találni azt, hogy mi válunk szemben. Olyan nagy területét érinti az agynak ez a látás folyamat, hogy szinte biztosan nem csak egyetlen egy idegrendszeri válaszreakció, tehát rengeteg minden más terület is részt vesz a látás folyamatában. Az elmúlt hétvégén nem töltöttem fel új videót, ennek egy oka van, elkészítettem egy videót a vallásról és spiritualitásról, illetve annak a különbségeiről és hasonlóságairól, és miután ezt megvágtam, elkészítettem rendesen, azután a feltöltés során, pontosabban a feldolgozás folyamatában volt valami hiba, amit nem töltötte fel a YouTube. Vannak nekem is olyan gondolataim, hogy talán ezt a témát nem kéne ennyire boncolgatni. Most viszont ide beölök egy nagyon kis részletet, és szerintem ezzel kukázom is ezt a témát egyelőre. Minden vallás spiritualitás, de nem minden spiritualitás vallás. És a legdurvább az az, hogy azok az ateisták, akik igazán belásták magukat az önmegismerés útjába, azok ugyanezt a tudatosságot felismerték, csak önmagukon keresztül. Minél nagyobb nagyító alatt nézzük, a sejtjeink közt gyakorlatilag nincsen kapcsolat egy bizonyos szint után, tehát kvantumtérben gyakorlatilag mi nem létezünk. Csak a nyugati vallások rendeződtek olyan szigorú rendbe, amilyennek mi ismerjük őket. Világon ugyanúgy, ahogy egy légtérben élünk, hiszen ugyanazt a levegőt szívjuk mi itt Magyarországon, mint Tibetben vagy Jeruzsálemben, és ezt a levegőt mindenki belélegzi, tehát a közös levegőből mindenki kap, és ide mindenki kilélegez. Ugye nem látható, de mindenhol ott van. Ott van benned is, de rajtad kívül is ott van. Ott van mindenkiben. És például az univerzum harmóniáját, azt fejezi ki a legjobban, ez az adás-kapás váltakozása, a levegőnek a beszívása és kifújása, és amikor kifújod a levegőt, akkor nem aggódni azon, hogy nem kapsz a következő lélegzetvételednél semmit. Az egész kereszténység erre a logikára fűzte fel a létét, tehát Krisztus sosem tanította, hogy alapítsanak vallást az ő nézeteire, hiszen azt ő is meg tudta volna tenni. Krisztus a tudat elérését szerette volna átadni. Ahogy a buddhizmus sem vallás alapvetően, hanem egy megvilágosodott tudat, gyakorlatilag a vallás az magába szívja a környezetében élő spirituálisan ébredő embereket, akiknek az első igaz kérdéseik felmerülnek,
ad nekik egy kész választ, és azzal úgy elég sokáig el tudnak lenni. A vallások megtartják a spirituális gyökereiket szinte folyamatosan, de már teljesen mások. Tehát már elváltak tőle ugyanabban a pillanatban, ahogy létrejött a rendszer belőlük. Mostanában próbálom inkább gyakorlatban alkalmazni az eddig tanultakat és megértetteket. Az egyik ilyen dolog az az, hogy ugye magam elé tartom a múltbeli problémáimat, megnézem, hogy mi az, ami a mostani életemben is felmerül, és azzal még dolgom van. Ezek pedig a nevelési kérdések. Van olyan információ a tudatomban, amit sose ültettem át a gyakorlatba. Van olyan tudás, amit sose értettem meg igazán, és mindig felülírta mentális és érzelmi állapotom, a megszerzett tudásomat. Úgyhogy most ezt elmélyítési céllal biztos, hogy fel fogom dolgozni egy videósorozatban. A mostani tervem szerint az lesz a sorozatnak a címe, hogy ordításmentes. Fontos azt kiemelnem, hogy próbálom a gyakorlatban alkalmazni most a meglévő tudásomat, és nagyon sokszor azt érzem, vagy szembesülök azzal, hogy miközben én a saját tudásomat egyre bővítem, és exponenciálisan nő, úgy a videók egyre kevésbé tudják követni, tehát egyre kevésbé tudom feldolgozni úgy a témákat, akár ilyen szellőztetésekben, hogy ez folyamatában látszódjon, mert vannak ilyen nagyon nagy ugrások, úgymond, ilyen információ ugrások, amit igazából nem is tudnék elmondani. Az egyik ilyen nagy ugrás egy meséhez köthető, méghozzá a Bátyácska és a Hugocska című meséhez. Valahogy a kislányom ezt a könyvet előbányázta, nem volt nehéz, mert próbálom itt a könyveket rendezgetni, és ez megtetszett neki. Ezen belül is a kislányomnak megakadt a szeme a boszorkányon, nagyon tetszett neki az ehhez kapcsolódó kép, és ezt az oldalt körülbelül 130-szor el kellett olvasnom. A 131. olvasásra viszont hirtelen bevillant valami, ugyan nagyon-nagyon sok időt töltök én most a mindenféle ilyen pszichológiai dolgoknak a vizsgálatával, mindenféle szempontból, úgyhogy először kicsit ilyen szkeptikusan álltam ehhez a dologhoz, hogy lehet, hogy nincs is igazam, csak már belelátom, mert annyit foglalkoztam a témával. Aztán, mivel vannak olyan ismereteim, mint például a mesepszichológiában, vagy egyáltalán a mesék elemzésében, ugye tanultam is, alkalmaztam is, foglalkoztam is vele hobbi szinten is, egy csomó olyan dolog elkezdett a helyére kerülni, miután erre rájöttem, amiről eddig nem is gondoltam volna. Az a felismerés volt áttörő erejű, ahogy a fa odvában üldögélt ez a Bátyácska és a Hugocska, a nagyjából egyidős fiú és lányka, hogy nem, ez nem lehet, ez az agy bal és jobb agyféltekéjét szimbolizálja. Nagyon-nagyon-nagyon lassan értettem meg a különböző szimbólumoknak, eseményeknek a fontosságát ebben a történetben. Egész egyszerűen rájöttem, hogy ez a történet az út, amit én bejárok most jelen pillanatban, ez az önmegtalálás útja, az úgynevezett megváltónak a megtalálása saját magadban. Tehát ez a történet minden szereplőjével egy elme tevékenységet ír le, minden, ami történik ebben a történetben, a vadásztól, a vízen keresztül minden, egyetlen egy személy belső világát írja le. Azóta már elkezdtem ezt nagyon mélyen kutatni, utána nézni a forrásoknak, minden apró szimbólumnak, utána néztem, hogy tényleg jól tudom, mert tényleg jól emlékeztem, és volt olyan, amit csak utólag értettem meg, hogy mit jelent, miután már nagyon sok mindent megnéztem ezzel kapcsolatban, és elkezdtem összehasonlítani a hasonló mesékkel, találtam még két olyan változatot, ami ehhez a meséhez köthető szinte teljesen biztosan, csak már más a címe, úgyhogy elkezdtem ezeket összehasonlítani, hogy mi az, ami egyforma bennük, mi az, ami különböző bennük, stb.
Egy tervben van, hogy egyszer leülök, és elejétől a végéig elmesélem a történeteket, az összefüggéseket, és hogy valójában mit jelentenek. Hát remélem, hogy ez valakit érdekelni fog rajtam kívül. Én nekem ez óriási átszakadást jelentett egyfajta mentális állapotomból. És akkor itt el is érkeztünk a következő olyan ponthoz, aminél elkerülhetetlen, hogy én szembenézzek vele, ez pedig nem más, mint az íróknak a feladata, a küldetése és az írott szövegeknek a mikéntsége. Nagyon sok író megfogalmazta már rajtam kívül azt, hogy a történeteik nagy része egyáltalán nem egóból születik, hanem sokkal inkább ez a kreatív, intuitív oldal az, ami aktiválódik az első körben. És akkor ebben a vonatkozásban került újra a kezembe az a könyv, amit egy ismerősöm tanácsára egyszer megvettem, aztán átpörgettem, és végül is nem tetszett. Aki szépen mondja a rettenetet, azzal föl is oldja című pszichirodalmi szöveggyűjtemény. Pszichológiai vonatkozása a könyvnek még mindig annyira nem tetszik, mint amennyire én gondoltam, hogy tetszeni fog, és annyira még nem találtam benne olyan nagy felismeréseket, viszont maga az a cím megfogalmazása, hogy aki szépen kimondja a rettenetet, az föl is oldja, tehát gyakorlatilag, minthogyha ez lenne az íróknak az igazi feladata, ez szerintem ilyen elkerülhetetlen, úgyhogy én mindenképpen szeretnék még ezzel a témával is sokkal mélyebben foglalkozni. Két dolgot tudok megfogalmazni most jelen pillanatban az írói létről, egészen pontosan az írói mentalitásról. Hogyha valaki ismeri a mostani írói helyzeteket, akkor hamar rájön, hogy iszonyatosan telített a piac, nagyon sok író van, abból szinte töredéke jut el csak a könyvnyomtatásig, de a könyvnyomtatásig eljutottak száma is óriási, hatalmas. Hogy ez miért van így, korábban úgy fogalmaztam meg, ha nem lett volna a könyvnyomtatás, az internet, a tévézés kora, akkor lényegében teljesen normálisan és arányosan eloszlott volna a történet mesélők aránya a népesség viszonylatában, tehát egy adott csoporton belül elengedhetetlen, hogy legalább egy-két jó történetmesélő ne szülessen. Ez, ha lebontjuk a 7 milliárd emberre, az egy sokkal nagyobb arány. A másik dolog, és ez most teljesen új felismerés, hogy a gondolataink határozzák meg a tetteinket. Tehát a kigondolása a dolgainknak az mindenkinek egyéni feladata. Aszerint fogjuk élni az életünket, ahogy ezt el tudjuk képzelni, ahogy ki tudjuk azt mondani. Hogyha így nézzük, akkor gyakorlatilag a saját életében mindenki egy írói tevékenységet végez. Mindenki. Az, hogy mennyire így van, az bizonyítja számomra a legjobban, hogy nagyon sok minden, amit megírtam, az később megjelent az én életembe. És viszonylag rossz dolgok is. Miután megírtam őket, nagyjából egy-másfél évvel megjelentek az én életembe. És ez nagyon összecseng azzal, hogy önmagát beteljesítő jóslat, hogy bevonzottam, hogy az vagy, amit el tudsz képzelni, ezek mind-mind ugyanazok a dolgok. Tehát gyakorlatilag a Földön nem csak annyi író van, ahányan eljutnak a könyvnyomtatásig, hanem a Földön valamennyi élőlény, valamennyi entitás a saját történetének az írója. És akkor ezzel a gondolattal be is fejezném a mai podcastet, remélem így is élvezted. Köszönöm szépen a figyelmet. A húsvéti ünnepkörhöz pedig leginkább sikeres feltámadást szeretnék kívánni. Szia!